Dombóváron a színházteremben a fiatalok a tábor ideje alatt megélt élményeiket foglalták össze egy-egy rövid előadás formájában egymásnak, illetve azoknak a helyieknek, akik eljöttek a művelődési házba. Alapvetően egy témafüzettel jövünk, a kicsik külön, a kamaszok másik témával dolgoznak, délelőtt blokkoznak, leginkább ez beszélgetést, kisebb játékokat jelent, délután pedig különböző szabadidős programokkal készültünk nekik, akár helyismereti nappal, akár sorversenyekkel, akár egy délutáni akadályversennyel, a tó körül, különböző programok. A színház teremben most történtek az úgynevezett tábori életképek, ezek lényegében a tábort összefoglaló kis előadások. Maga a közösség az már 30 plusz éves tudtommal, hogy ilyen táborok mióta vannak, azért ez már a 20-sokadik szerintem, és párhuzamosan más településeken is zajlik most is jelenleg tábor. Bellus Bencét a több évtizeden működő közösség Szent János Bogár táborának céljáról kérdeztük. A célja alapvetően a gyerekeknél egy közösség kialakítása, a vallásnak és a hitnek az elmélyítése, és mindennek az egésznek egy közösségben való megélése és egy lelki és személyi fejlődés. A visszajelzések alapvetően elég pozitívak szoktak lenni, a gyerekek abszolút nagy élményekkel mennek el innen. Nagyon sokszor azt a visszajelzést kapjuk, hogy nagyon komoly hiányérzetük van, amikor hazaérnek, kicsit mondhatni letargiába esnek, mert nagyon impulzív héten vannak túl, és utána visszacsöppennek a hétköznapba, és hiányzik nekik ez az egész, nagyon jó barátságok kötődnek, és hát talán a legjobban az mutatja, hogy mennyire jó ez az egész, hogy nagyon sok résztvevőnk van, aki azért többedik alkalommal jött el a táborainkba, úgyhogy reméljük, hogy akik most először voltak, azokat jövőre újra látjuk. Ezek a táborok, ezek a gyerek és kamasz táborok, ezek 10 éves kortól egészen 16-17 éves korosztályig szólnak, de két hét múlva megszervezésre kerülnek az ifi táborok, ebből is kettő lesz, és azok pedig a felsőbb korosztálynak 17-től egészen 21-22 éves korosztályig. A Szent János Bogár lelki napok, hát a lelki napok azok alapvetően azért lelki nap, mert nem egy mezei tábor, hanem inkább tényleg nagyon nagy lelkiség van benne. A Szent János Bogár, az pedig hát kettő dologból, Szent János a védőszent, a Szent János Bogár pedig azért egy nagyon érdekes állat, mert a sötétségben egy kis fényt tud hozni, egy kis utat tud mutatni az embernek, ahogy világít. Hát a tábortűz az igen erősen az egyik lezáró momentuma. A holnapi nap még azért ténylegesen megtörténik a lezárás egy lezáró misével, aminek nagyon nagy jelentősége van. De a tábortűz az valóban nagyon fontos része a táborunknak, azért ott történik meg ténylegesen az, hogy a tábor az abszolút már nem csak kis csapatokból áll, hanem összeáll egy nagy csapattá, és ott tudják a gyerekek ténylegesen megélni azt, hogy egy tábor ez az egész tábor, és nem pedig külön kis csapatok. Számomra nagyon nagy élmény volt azt látni, hogy a gyerekek a helyismereti napon mennyire élvezték, és mennyire találó volt számukra azok a programok, amiket sikerült nekik megszervezni. Ez nyilván köszönhető a helyi adottságoknak és a helyi embereknek is, akik megfelelően elő tudták nekünk adni, úgyhogy a gyerekek abszolút tudták élvezni ezeket a programokat.